felteszem, ismeritek a Nessai FC-t, és ezáltal nyilvánvalóan Nessai-t is, és felteszem, azt is tudjátok, hogy turnézgat Nessai, ezért elkélhet a segítség a csapata házatáján, úgyhogy visszaengedtek a dzsungelből, mint a sportigazgató asszisztense, ez nyilván nem ugyanaz, mint az asszisztens sportigazgató, elképesztően jó kávét főzök, úgyhogy ma megpróbáljuk újjáépíteni a Nessai FC-t. Nem lesz olyan nehéz, mert eleve ez a csapat egy elképesztően erős csapatnak néz ki. Meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Ha esetleg nem lett volna meg, akkor mindent megtaláltok. A leírásban Nessai csatornáját, illetve a turnés linkjét is megtaláljátok a leírásban. Szóval, itt van a keret. Brutálisan durva keret. Brutálisan durva keret. Remélem mindenkit sikerült átraknom, lehetséges, hogy hibáztam, de szerintem mindenki megvan. Hát alapvetően első ránézésre azt kell, hogy mondjam, Nessainak elképesztően komoly ízlése van, elképesztő jó játékosokkal töltötte fel a csapatát, úgyhogy itt az első szezonban nem is nyúlnék hozzá, és nézzük meg, hogy mi lesz az első szezon végén ez a csapat, aztán a következő szezonban meg lehet, hogy egy kicsit majd mélyíteni kell amúgy is, mert kettős terhelés, hogyha bejutunk a Bajnokok Ligájába, de azért ez egy top 4-es csapat szerintem bőven. És ott is van, jövőre rajtunk lesz az arany felvarró. Azért ez nem semmi. Nem gondoltam volna amúgy, hogy megverjük a Cityt, főleg őket tartom a legesélyesebbnek, de hát mint a City, mint az Arsenal előtt végzünk, úgyhogy megcsináltuk, amit megkövetelt tőlünk, az, hogy ne küldjenek a dzsungelbe. 83 ponttal bajnokok vagyunk. Elfelejtettem megnézni a statokat. Király, mindegy. Kicsit itt felkutattam, hogy milyen játékosokat lehetne honosítani, és a Zambó családfáján egy afrikai ágat találtam, úgyhogy Zambó Anguissa még akár a magyar válogatott mezét is magáról öltheti, jelenleg most csak a Nessai FC csapatát fogja erősíteni Zambó Anguissa. Harry Maguire érkezik a Manchester United-től. Igazából Harry Maguire egy levélben kereste meg a csapatot, hogy az egyetlen hely, ahol ő még játékos lehet, és igazi játékos tudnak belőle faragni, az a Nessai FC. Tudja, hogy mire vállalkozik, és nem fél a dzsungeltől. Kérkez az Aston Villához kerül kölcsönben egy évre. Cristiano Ronaldot pedig upgrade-eljük Victor Osimhenre. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy ő úgyis maszkban játszik. A fekete messzhez pedig ez a Zorro állarc, ez igazán megrémisztheti az ellenfeleket. Úgyhogy szerintem egy egész bizarr látványt fog nyújtani majd Osimhen a pályán, és nem lennék védő ellene. Illetve megszereztük még Leroy Zanét is. Tulajdonképpen Zané azzal keresett meg, hogy szeretne megtanulni verekedni, mert hogy bucira van verve folyamatosan az öltözőben a vesztes meccsek után, úgyhogy szeretne egy-két évet itt lehúzni, hogy a harcművészetben is tapasztalt legyen, és egy-két aikido fogást esetleg eltanuljon a csapatnál. Garnacho a West Hamhez kerül kölcsönbe, Kubo pedig az Interhez. Két évre, de valószínűleg hamarabb visszahívjuk őt majd. Találkozunk januárban, aztán meglátjuk, hogy hol állunk akkor, illetve hogy a BL-ben maradtunk-e. T csoportba kerültünk, ahol másodikként továbbítottunk, és ahogy látom, hát mondjuk kedvenc csapat ellen, a fiatal fiúk ellen kikaptunk az utolsó fordulóban, de szerencsére a Marseille is kikapott, úgyhogy így továbbítottunk a második helyen, és a legjobb 16 között a Paris Saint-Germainnak fogunk játszani. Király. Lássuk tehát akkor a Paris Saint-Germain ellen mire jut a csapat. Azt kell mondanom, szerintem mi vagyunk az esélyesek, azért ez a keret, ez Dalot 87-es. Az elképesztően megdöbbent. 2-2-t játszunk, Szoboszlai és Osimhen talál be, nálunk náluk Pedri és Williams, így utazunk majd Párizsba. Hát nagyon remélem, hogy tovább jutunk. Lássuk, hogy a visszavágon mire jutunk, volt egy hétvégi meccsünk a Leicester ellen, úgyhogy mi viszonylag fáradtak vagyunk, de 1-0-ra továbbítunk, Messi a 45. percben továbbrúg minket, illetve Rashford még kihagy egy büntetőt. A továbbjutás megvan, ez a lényeg. Talán a legjobb ellenfelet kaptuk a Róma személyében itt a negyeddöntőben. Jó, most azért ki fog esni egy-két csapat, akitől tartok. Nagyon remélem. Például vagy az Arsenal, vagy a City biztos kiesik, aminek pedig örülünk. Mondjuk ez a Róma, ez... Elég meglepő. Havertz nem tudom milyen pozícióban játszik náluk. Pellegrini sehol, João Mário, Luke Bacchio is náluk van. Ibanez, Nunez, Gabriel és Rui Patricio marad a kapus. Lássuk akkor az első meccs végeredményét. 3-2-re nyerünk. Így megyünk majd az Olimpikóba. Náluk Dybala duplázott, nálunk Rashford szerzett, Messi és Osimhen egy gólt. 3-2-vel fordulunk majd.
ami kezdőnk a Scottára ugyanaz, náluk talán Perez kerül be. Nézzük az olimpikóban, mit játszunk a Róma ellen, hát agyonverjük őket, megyünk a kövi körbe. Hát a csodálatos sorsolásnak hála a Real Madridon keresztül vezet az út. De hát a legjobbat kell legyőzni mindig, hogy bajnok legyél, úgyhogy nem szabad, hogy gondot okozzon a Real Madrid. Hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a legjobb csapat, és komolyan gondoljuk. Van egy Trent Alexander-Arnoldjuk és egy Gündoánjuk, Valverde kezd majd náluk a szélen, nem Rodrigo, és kettőre elhozzuk az első meccset idegenben Cucurella és Gravenberg góljaival. Na mi van Ancelotti? Egy X is jó lenne nekünk a döntőre. Egy győzelem meg aztán fantasztikus eredmény lenne. 2-2, megvan az X, Guimaraes és Osimhen góljaival. Döntőt játszunk a második szezonban. A Wembley-ben fogunk játszani a City-vel. Fantasztikus, erre vártam. Meg kell szerezni ezt a kupát, az első szezonban megvolt a bajnokság, ebben a szezonban megvan a BL, jövőre meg megpróbálunk duplázni, vagy triplázni, vagy kvadrázni, vagy pentázni. Ígérem, nem kellemetlenkedek olyan sokat, viszont lassan, de biztosan elérjük a 10 000 feliratkozót, amikor jön majd a mes sorsolás. Írtátok, hogy egy páratoknak nem jó az Instagramos sorsolás, viszont én még mindig azt gondolom, hogy szerintem az talán a legtisztább, meg az a legegyszerűbb. A részleteket majd elmondom, hogyha odaérünk, meg addig kidolgozom. A lényeg, hogy én szeretném instán tartani a MES sorsolást. A linkeket megtaláljátok a leírásban, illetve ott a Discord link is, ami még fontos. Illetve ha tetszik, lájkoljátok, ha nem tetszik, diszlájkoljátok. És ha még nem tetted, akkor brutál hálás leszek, ha feliratkozol. Sziasztok, léptem. Szoboszlai Dominik vezeti ki a csapatot, mindkét kapitány 17-esben. A Wembley gyepére, hát itt ugye nem kell mondani a trófeát, amiért folyik a küzdelem. Megérkezik Rashford és Osimhen, a két villámlétű csatárunk. Hát fel kell kötni a gatyát, én úgy érzem Guardiolának. Nem hiába van kiírva fölém, hogy ki a jobb edző. Ez veszélyes is lehet, Osimhen! És veszélyes is lett, bár én Szoboszlait szerettem volna megjátszani. A végén Marcus Rashford szerzi a 12. percben a gólt, vezetünk 1-0-ra. Kicsibe. Haalandhoz kerül vissza a szélre. Talán nem ez a legjobb variáció, amit el lehet játszani. Haaland Tomorival szemben. Tomori mellett ma védettségi igazolvánnyal sem lehet elmenni. Elég jól játszik ma az angol hátvéd. Itt elég nagy kavarodás. Haaland. 1-1. Osimhen rosszul veszi át a labdát. Haaland. De Bruyne. Brunoval szemben, Foden, jön Dalot, és szabálytalanul állítja meg Phil Fodent. Jöhet Erling Haaland szabadrúgása. Legurítják, De Bruyne, nem szúrja rá. De Bruyne, Foden szúrja rá, és Martinez. Ruben Dias, Foden, nagyon jön a City. Valamit itt a szünetbe ki kéne találni, Saliba, de már les volt. Julian Alvarez, Cucurella jön, és takarít. Martinez, Tomori, Cucurella. Haaland nagyon hátra jött, viszont ebből megint a City jöhet. Cucurella elmegy, aztán Tomori, hát Tomori ma nagyon-nagyon nagy meccse van. Rashford, Szoboszlai. Osimhen, már Bruno kéri, Bruno rálövi inkább a kígyótérről, de hát Ederson-é a labda. Rodri. Átforgatják a játékot Cancelohoz, aztán Cancelo szerintem a kezével vette le, a játékvezető szerint nem. Kár, hogy nem az én szavam számít, Rashford viszont begyújtja a rakétákat a bal szélen, és Viktor Osimhen már kérné is. Az más kérdés, hogy brutál rosszul kapja. Acuña. Ebbe pedig több lehetett volna, Rodri. Bernardo, ki a szélre Fodenhoz. Dalot egy kicsit lemarad, de már les volt. De Bruyne, Gravenberg jól, Bruno nem tudja lekezelni a labdát. Nagyon szépen hozzuk ki most viszont a bogyót, Osimhen, Messi, kár, hogy Messi már annyira idős, hogy bár azért Acuñát még így is lefutja. 38 éves Messi, aztán egy jó beadás. Kár, hogy Ederson nagyon magasra nőtt. Dalot. Szoboszlai, Osimhen. Viszont az még ott lehet. Így már nincs, de még mindig ott van. Hála az egyik védőnek, Cucurella.
Nem lövi rá kukurájá. És az a visszapassz már nem jó. Gravenbergtől. 84. perc. Holland. Jöhet a City ellentámadása. Elég Bundesliga mérkőzés. Mindig van valami akció. Bernardo. Az nagyon jó játék így. Aztán mellé vágja Holland. Messi helyett jöjjön Leroy Sané az utolsó pár percre. Reméljük Sané megcseréli itt az eredményt és 2-1-re mi fogunk vezetni. Az probléma, Phil Foden. Aztán jön Tomori. Valamit csináljunk azzal a labdával, csak ne ezt. Jézus úristen, mi folyik itt? Bombázzuk már el innen. Köszönöm. Megyünk hosszabbításra. Sané nagyon megeteti a kunyát. Sané. Bruno Szoboszlai. Philips vetődött talán bele? Nem volt-e kéz? De bizony. Csak nekünk. Dalot nagyon-nagyon nagy ütemben szerez labdát. Dalot. Osimhen. Rálövi Osimhen. Kár volt. Gravenberg helyett a pályán. Zamboangissa. Zamboangissa csodálatos labdája Rashfordhoz. Rashford. Be lehetne adni középre. Hát ezt is Szoboszlainak akartam. De Leroy Sané érkezik. 2-1. Volt csapata ellen Sané gólt szerez. És lehet, hogy ezzel eldöntjük. Grealish labdája egész jó volt. Visszakerül Grealishhez a labda. Grealish. Ez egy nagyon nagy meglátás. Cancelo. Nem tudja beadni a labdát. Erling Haaland, Zamboangissa. Zamboangissa még viszonylag friss. Sőt, hát nagyon-nagyon friss még Zamboangissa, úgyhogy ő meg is tud indulni a szélen. Zamboangissa. Még mindig Zamboangissa. Osimhen. Hatalmas Ederson védés. Szoboszlai szöglete. Dalot irányába. Dalot fejel gól. 3-1. Ez szerintem eldőlt. Hát mi a hosszabbításra tartogattuk a nagy ágyukat. Foden. Dalot. Most védekeznie kéne Dalotnak. Talán már kicsit elfogyott. Az egy nagy labda kukureja. Vége, vége. Fújd le, Spori. Fújd le. Így is van. Megnyertük a BL-t. 3-1-re elhódítjuk a BL trófeát a második szezonunkban. Viszont megnézzük még egy szezont, mert kíváncsi vagyok arra, hogyha az egész keretet kisöpröm, és olyan játékosokat hozunk ide, akik, mert voltak azért generált játékosok is, akkor mire képes ez a csapat. Tulajdonképpen ez volt az első szezonunk. A legtöbb gólt szerző játékosunk az Marcus Rashford volt, 35 gólt szerzett, utána jön Osimhen, majd a 36 éves Lionel Messi, elképesztő Messi, amit csinál, és ami még brutálisan elképesztő, az Guimaraes 12 gól és 18 asszisztja. Hihetetlen, hihetetlen számokat hozott Guimaraes. Premier League-ben harmadikak lettünk, el is felejtettem megnézni, de a Carabao kupában másodikak, és az FA kupában az 5. körig jutottunk. Nem állunk le? Ebben a szezonban mindenhol a legjobb csapatnak kell lennünk, úgyhogy jön Pedri, mert Gravenberg besírt, hogy nem játszik eleget, pedig minden meccsen kezd, úgyhogy csá, lecseréltünk. Illetve Dibu Martinez helyett is upgrade-eljük a kapus posztot Mike Maignannal, minden poszton jobbak leszünk. Sané el akart menni, 82 millió euró elleniben mehet is. Kukurája pedig egyszerűen nem tudom, én Alfonso Davis-t akarom, nem kukuráját, úgyhogy menjen. Igazoltunk egy streamert a csapathoz, 130 millió eurót fizettünk Alfonso Davisért, emellett egyébként egy egészen jó balhátvéd, azt hallottam, úgyhogy Cucurella pozícióját is átveszi. Hiányzott egy iszonyatosan stílusos játékos a csapatból, úgyhogy 50 millió eurót is kifizettünk Jack Grealishért, megérkezett a stílus, minden megvan a bajnok csapathoz. Egy Napoli elleni szuperkupa meccsel hangolódunk a szezonra. Hát a csapatunk leggyengébb pontja a Szoboszlai, Saliba és Messi. Ez sokat elmond arról, hogy mennyire jó a keretünk. Nézzük meg, hogy mire jutunk a szezon első meccsén, kikapunk büntetőkkel. Hát ezt a kupát nem nyerjük már meg idén. Nem baj, nekünk a BL kell és a bajnokság egyszerre. Iszonyat mód szenvedtünk ebben a csoportban, ebben a harmad gyenge csoportban. De a második helyen jutunk tovább. És a Sportinggal játszunk, tehát van idő felépülni a sebeinkből. Na lássuk akkor a Sporting ellen. Messi kezd visszafejlődni, de szerencsére egy brutál fiatal keret, úgyhogy reméljük a szezon végére mindenki 90-es Messin kívül. Nézzük az első meccset hazai pályán a Sporting ellen, és Hjulmand duplájával a Sporting pontot, hát nem pontot, hanem meccset hoz
Úgyhogy így mehetünk majd Lisszabonba, és valamit el kell követnünk, hogy tovább jussunk, de nagyon szenvedünk eddig. Guimarães nem játszhat ezen a meccsen. Ez egy viszonylag nagy probléma. De tovább jutunk Szoboszlai góljával. Átszenvedjük magunkat a Sportingon. Kicsit tartok, hogy itt mi lesz még a következőkben, de meglátjuk. Az AS Rómát kapjuk, velük voltunk egy csoportba is, ismerik őket kívülről, belülről, és ez a mezőny most nem annyira erős. Nagyon jó sorsolásunk van, most azért fogja a kezünket a játék, de... vagy a szerencse, de a jó csapatoknak szerencséjük is szokott lenni, ismét nagyon jó csapat vagyunk. Lássuk, akkor megszerezték tavalyhoz képest Vitinját, és most már Havertzet sem 8-as pozícióban játszhatják, hanem inkább 10-esben. Rashford hiányozni fog erről a meccsről. Dalot 90-es, ilyen szimulációt életemben nem láttam még. Nem baj, örülünk neki. 2-1-re elhozzuk az első meccset, Pedri duplázik. Ezen a meccsen meg Pedri nem lesz. Na mondjuk az egy kicsit nagyobb probléma, mint Rashford. Mindegy, Zambo Anguissának kell beugrani a helyére. Egy gólos előnyünk van, és büntetőkkel tovább jutunk. Szoboszlai kihagy egy büntetőt. Szerencsére a többiek belőtték. A Paris Saint-Germain-nel fogunk ismét találkozni, ez kotta ugyanez, mint tavaly volt. Caio Jorge játszik náluk, meg hát Gravenberg, Thuram, Tapsoba, ezen kívül ugyanaz a csapat. Nézzük az első meccset a Parc des Princes-ben, 3-1-re nyerünk. Ez így nem is tűnik annyira nehéznek már. Azért lekopogom, de 3-1-es előnyből kell valamit kitalálnunk. Csak nem vitt el meg minket ez a Paris Saint-Germain. Hazai pályán. 2-1 legyőzzük őket. És megint BL döntőt játszunk. Back to back. Hát idén a Barcelonával küzdünk meg, és a Barcelonának közel hasonló a csapata, mint a miénk. Közel hasonló a csapata, viszont Messi nem fog kezdeni. Grealish-sel a kezdőben vágunk neki ennek az ütközetnek. Én arra számítok, hogy nyerünk. Nyilván nyerni fogunk. Pedri hazatér. Már hogy hallottam a bemondót valahol, nem néztem meg, hogy hol játszunk pontosan, de véleményem szerint valahol Spanyolországban. Ezek a mezválasztások, ezek nem voltak a legjobbak. El is hagyjuk. Kolomuani. Ez egy jó labda Dembeléhez. Dembelé, De Jong kéri bent középült. Dembelé. Hát, Alfonso Davies ezt megoldotta. Kolomuani. Hát Salibán keresztül nem jön semmi. Osimhen, ott lehet menni, úgy is van. Rashford azért elég gyors játékos, mondjuk Ashraf Hakimi sem lassú. Zinchenko. Presszeljük le Zinchenkót, őt akár zavarba is lehet hozni. Mondjuk Ter Stegen az, aki zavarba jött, Koundé. Christensen. Declan Rice. Jó a labda Florian Wirtzhez. És Florian Wirtz indítja Kolomuánit. Kolomuani. Honfitársa William Saliba nem ér oda, Kolomuani még mindig a labdával. És menjen a másik francia. Grealish megforgat egy védő, Jack Grealish. Zinchenkóval szemben. Grealish be tudja adni, de elég rosszul. De Jong. Guimarães. Declan Rice. Wirtz. Az Alfonso Davies-től fantasztikus labda, de aztán visszaszerzi a Barcelona, és már lehet menni vele. Saliba vágja haza. Menjan nagy előnye az, hogy ő tud passzolni is, hogyha erről van szó. Menjan. Ott van Fonzi. Már ez a passz ez nem volt a legjobb. Saliba. Fonzi. Az egészen jó támadás is lehet belőle. Főleg úgy, hogy elcsúszik a Barcelona védője. Osimhen. Osimhen lövőcsel. Aztán egy hatalmas Koundé védés. Aztán megyei módra, amikor megcsinálod a játékot. Nullszögből akár. Teljesen mindegy, hogy honnan rá kell szúrni. Szoboszlai. Be lehetne adni. Az egész jól tekeredik el. Megint Koundé vágja ki. Alfonso Davies. Pedri. Grealish. Grealish rátűzi. Ter Stegen hatalmasat fog. És Hakimi még bent tartja. És a Spori meg lefújja. Egyébként közben megnéztem, a Bernabeu-ben játszunk. Tehát egy extra spicy meccs ez a Barcelonának. Alfonso Davies. Az meg is lesz neki. Lott. Zinchenko ezt most nem eszi meg, de mi dobunk. Használjuk ki azt, hogy nincs les bedobásból. Kicsit lemegyünk Grealish-el ide. Hát ez egy kicsit cheesy gól, de gól. 1-0-ra vezetünk. Mondjuk azt, hogy a játék nem tudja, hogy bedobásból nincsen les. De mindegy.
Szerintem ez egy érdekes szabály. De szabály. De Jong? Menjan. Hú, de kellett, hogy most Mike menjan. Dembélé adja be. Kicsi szöglet lesz, így is van. Florian Wirtz, Grill is felburítja Wirtzet. Aztán okosan vissza Wirtzhez. Rice. Koundé, menjan. Fejeljük ki. Úgy is van Tomori. Aztán Osimhen, ebből lehet, hogy lehetne menni. Viktor Osimhen. Nem egy lassú játékos 99-es pésszel most már Osimhen. Viszont túlságosan szöktette magát. Ez lett a veszte. Az egy jó labda Kolomuáninak. És Kolomuáni megszerzi az egyenlítő találatot. Egyenlít a Barcelona. Jöjjön Messi. Szoboszlai. Messi. Messi még friss, Zinchenkót be is eteti. Na nézzük, nem jön segíteni Lionel Messinek senki, hát akkor ezt egyedül rá kell, hogy szúrja a Ter Stegen. Jó labda a Szoboszlai, az lövő helyzet Szoboszlainak. És kéz! Ez egy nagyon jó helyzetből lévő szabadrúgás lesz. A kérdés az, hogy kilője a szabadrúgást. Bizony Szoboszlai Dominik fogja ellőni, nagyon közel. Az a baj, hogy brutál rosszul lövöm a szabadrúgásokat. Na mindegy, próbáljuk meg. Szoboszlai! Bele a sorfalba. Pedri. Alfonso Davies, az egy jó labda lehet. Be is lehet adni, és ott a gól. Nem volt les? Nem bizony. Viktor Osimhen, 2-1. Pedri. Az egy nagyon nagy játék. Rashford. Csakmat. 3-1 megint. Mint a tavalyi BL döntő. Szoboszlai Dominika cséká is betalál. Hát ez milyen passz volt Osimhentől, atya úristen. Alfonso Davies. Hú, de nagyon szétesett a Barcelona. Ez kéz volt, de megtartjuk a labdát. Így viszont nem. Próbáljunk még ebből egy gólt rámolni valahogy. Saliba. Dalot. Nagyon jó játék. Dalot. Még egy lehet belőle. Ter Stegen véd egy hatalmasat. Dalot szerintem angyalföldig gurult. Megvan ez a cím is. 2-2. Back to back. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a bajnokságban hogy végeztünk. Hát fontos volt ez a BL cím, mert nem indultunk volna a BL-be, ha nem nyerjük meg. Viktor Osimhen 28 találattal ismét. Ismét 28 találattal, vagy is 28 találata volt szerintem Osimhennek. Idén aki rosszabb teljesítményt nyújtott, ahogy látom, az Gimerayes. Itt 11-el kevesebb assziszt. Viszont aki meglehetősen jó volt, az Lionel Messi. 37 éves az ember. 37 éves az ember. És még mindig nem vonul vissza. Erről van szó. Szoboszlai pedig 11 gólt, 11 assziszt, ő is dupla-duplázik. Köszi, hogy végignézted a videót, ha tetszett, akkor dobj mindenféleképpen egy lájkot, hogy lássam, hogy ezekre a furcsább újjáépítésekre is lenne igény, illetve a leírásban megtalálható az összes link, ami fontos, és kommentben jelez, hogy melyik csapatot építsük újjá következőnek. Olvasom a kommenteket, nem mindig válaszolok, de általában szoktam olvasni a kommenteket mindet. Én azt gondolom, hogy a Spurs-szel fogunk foglalkozni szerintem legközelebb, ha már ennyire rájuk jár a rúd. De mindegy is, léptem, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!